A Hűség városa 94 évvel ezelőtt, 1921-ben döntött arról, hogy Magyarország része kíván maradni. De vajon hogyan döntenének ma a soproniak? Magyarországhoz tartozzon, én ehhez szavazok, mert a férjemnek az édes nagypapája az szavazott annak idején azért, hogy Sopron maradjon Magyarország. Hát inkább az Ausztriát. És miért? Hát mert azért ott más a helyzet, mint itt Magyarországon. Mi magyarok vagyunk, és minden emlék, ami Sopronban műemlék, az magyar. Tehát bennünket minden ide köt. Az ország érdeke azt kívánja, hogy Sopron maradjon. Miért legyen kisebb a területünk, mikor amúgy is nagyon kicsi. Ha a nép érdekét nézem, amiből élnek, akkor Ausztriát. Az elcsatolt őrvidéki területek lakóinak többsége azonban nem szavazhatott több mint 90 évvel ezelőtt. A politika döntött sorsukról. Ám az ottani magyarok, akik egy évezreden át őrizték nyugati határainkat, nem feledték el származásukat. Hát végül is mi tartozunk Ausztriához, meg a gazdasághoz, de mégiscsak meg kell őrizni ezt, és mondom, ahogy visszaemlékszem, hogy a nagyszülők is, mikor mulattak, hát mindig volt a magyar nóta, és mindig énekelték, és jó lenne tényleg megőrizni és megtartani. Nagyon fontos. Gál Günther őrvidéki magyar. Egyetemista korában szólalt meg először magyarul. Hegedűjén azonban csak magyar népzene csendül. Günther felesége óvónőként dolgozik egy két tannyelvű óvodában. A magyar nyelv tovább örökítését azért tartja fontosnak, mert szerinte ez a legfontosabb kapocs az anyaországgal. Mind a két nyelv aktív nyelv. Nagyon fontos, hogy a gyerekek is ezt megkapják, tehát az oktatás két tannyelvű legyen, az iskola is, az általános iskola is, és az óvoda is ezt erősíti, és ebben támogatja a családokat. A nyelv mellett fontos a zene és a tánc. Őrszigeten 20 éve működik a Magyar Néptánc csoport, amit Carmen és nővére Iris vezet. Nekem nagyon fontos a gyökereim. Ahogyan rájöttem, hogy milyen különleges származatú ez a falu itten, a környék mindene, a lakói, annál jobban szerintem kéne megőrizni azt, igaz, hogy nehéz mindennapi használatba venni, feltartani a hagyományainkat, mert már nagyon úgy kifakultak, de a nővéremmel együtt családba igyekszünk most a gyerekeknek továbbadni nem csak a magyart, hanem a horvátot is, mert hát olyan gyökereink is vannak, és hál' Isten találtunk most ilyen közösségre, a zenélésbe. Most pedig a burgerlandi magyar népzenéket is megtanulják a helyiek. Főként az idősebbektől, vagy régi felvételekről. Most a néptánc csoportból kinövekedett egy ilyen kis közönség, akik megkedvelték nagyon a magyar népzenét is, és körülbelül egy éve indítottuk a Burgenlandi Magyar Kultúra Egyesületet, ezt a tanfolyamot, ahol burgenlandi magyar népzenét lehet most tanulni. A cél, hogy a helyi zenészek húzzák a helyi magyar néptáncosok talpalávalóját. Ebben reménykedünk, hát ha összeállna majd egy zenekar, így már néhány fellépést meg is tettünk, így együtt felnőttek gyerekek is, és számunkra ez nagyon fontos, mert ha arra gondolunk, akik ebben részt veszünk, még a nagyszüleink, nagyapáink muzsikások voltak, és hát az övéké volt ez a zene. Bár őrvidéket csak nem egy évszázada elszakították Magyarországtól, vannak még helyi közösségek, amelyek a nyelv, a kultúra és a hagyományok megőrzésével és tiszteletével megmaradtak magyarnak, és amint láthatjuk, a jövőjüket is nemzetünk részeként képzelik el.